Úgynevezett multitasking. Na nem panaszkodom, csak enni sincs időm. Úgyhogy hát okos módon kell a kalóriabevitelről gondoskodnom, mert különben letilt az agyam. Durva vágók élete, nem durva. És már megint egy üzenet! Jabbat kérnök, én Szente Krisztián vagyok, és ebben a percben kaptam egy SMS-t, hogy tartozásom van a Diákhitel Központ felé. Na, ez a helyzet, hogy nekem sose volt diákhitelem. Ezek számítógépes rendszerek. A világ anomáliái. Fogok írni egy ilyen könyvet. Megzabálták az összes ristrettómat. Ezért most valami lila kávét iszom. Nem annyira jó. Szerencsés módon a Telekom megszüntette az internet elérést itt a házban. Ha csak nem a nyomorult munkás emberek, akik az alattunk lévő lakást újítják, fölvágták át a kábelt. Hogyan lettem feminista? Nem sokat értek az ilyen feminista dolgokhoz, de szerintem régebben ez úgy volt, hogy a férfiak voltak a példák. Nézd meg, a férfi dolgozik, elmegy háborúzni, cserébe szavazhat, cserébe kinyithatja a száját, és elkezdtek a nők ezért harcolni. Majd teljesítették, abszolút a nők feljöttek a férfiak szintjére. És most bizonyos férfiak elkezdtek hanyatlani. Bizonyos férfiak persze nem, mert ők még mindig az erősebb kutya b***ik, a versenyszellem, a... De sajnos mellé bejött ez a... Nem tudom, hogy hívjam. Loser anyuci kedvence, otthon ülő gamer valakik. Tehát, hogy így, akik így próbálnak, akik így elképzelik a világot, hogy milyen lehet, amit a Google-ben olvasnak róla, és ettől kiborulnak, depressziósok lesznek, üldözési mániájuk lesz, agorafóbia, mindenféle fóbiájuk lesz úgy, hogy otthon ülnek egy rohadt szobában. Abszolút feminista és emancipáció párti vagyok, hiszen ezt a generációt senki más nem tudja belemotiválni a normális életbe, mint azok a nők, akikkel együtt alszanak, vagy egyéb frappáns és király dolgot csinálnak. Az anyjuk nem, az apjuk nem, a barátaik nem, az internet nem, a vloggerek, akiket néznek, nem. Én mondjuk igen. Basszus, jöjjön már vissza a net, úristen, nem tudok dolgozni így. Elmentek ti a retvásba! A modem nem tud felcsatlakozni a központra. Nyilvánvalóan ez azért van, mert a modem szar, vagy a kábel szar. 72 órán belül elhárítják a problémát. Befosok van net! Volt egy pár szkenárió. Például az, hogy fogom a laptopot, és amíg el nem készült cuccokat, azokat a bluson, meg mindenféle tömegközlekedési eszközön megvágom, amíg be nem érek az irodába, ami innen elég sok. Elkezdem feltölteni a cumót, és addigra hát, és miközben tölt az egyik, közben vágom a másikat, és akkor ott leszünk benne estig. Volt a másik megoldás, hogy most lemegyek valami Mekibe, ott vágom az anyagot, és közben töltöm, vágom, töltöm, és akkor majd Anna értem jön valamikor. Aztán rájöttünk, hogy ez innen pálya, és elkezdtük azt szervezni, hogy hazajön, fölvesz engem kocsival, majd megyünk tovább az anyjáékhoz, és ott hát ugyanez történik hajnalig. És pont amikor már ment a telefon, és pont amikor már szervezés alatt volt, akkor mit látok? Megmozdul a tévéképernyő. El kell menni nyaralni. Hol
miután az amerikai sajtó úgy értesült, vádat emelhetett a tömeggyilkos felesége ellen is, állítólag tudott kérni. Kaptam némi betűtípust, és véletlenül megnyomtam az Entert. Úgyhogy ez most egy végtelen session. Miközben a gép a háttérben renderel. Windows.